ujjongtunk, nincs tovább. Most gyertek, szabad mellű örömök, s pusztuljatok, bilincses iskolák. De elcsitult a jóked förgetek, s helyére ült a döbbent némaság. Köröttünk már az élet csörtetett. Ifjúi szent megjózanodás, komoly, nagy fény, hős férfiú szerep, emléketek ma is milyen csodás. Hős harc az élet, és megélni szép, ha hozzáedzik tüzes szívkohók, ifjú vitézlők lengeteg szívét. Ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola lesz, s szent Frigyüket így folytatják tovább. Én iskolám, köszönöm most neked, hogy az eljött életcsaták között volt mindig hozzám végüzeneted. Tápláltad tovább bennem az erőt, szeretni az embert és küzdeni, s hűn állni meg Isten s ember előtt. Sértenek éltem árnyai, és az elbocsátó iskolapadok. És én, vépják, szívem fölemelem, és így üdvözlöm a mindig újakat. Föl, fiúk, csak semmi félelem, bár zord a harc, megéri a világ. Ha az ember az marad, ami volt, nemes, küzdő, szabad lelkű diák. Kedves végzős tanítványaim! Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen. Már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni. Iskolánk közismereti, szakmai oktatói és diákjai nevében búcsúzom tőletek. Újra egy igazi kihívás előtt állunk mindannyian. Ti azért, mert lezárul egy szakasz, elindultok egy másik, ennél is nehezebb úton. Mi pedagógusok azért, mert most derül ki számunkra is, mi az, amit adtunk, és mennyit tudtok ebből megmutatni. Azt vallom, nem az érdemi egy minősége a legfontosabb, hisz későn ezen lehet javítani, szépíteni. Az értékek, amelyeket magatokkal visztek, az mindennél meghatározóbb, hogy emlékezz hangokra, mozdulatokra, beszélgetésekre, nehezebb és sikeresebb napokra, amelyeket együtt töltöttünk. Nem csak hétfőtől leszünk veletek gondolatban, hanem végig kísérjük az utat, amelyen tovább mentek. Ha csak egy tanítási óra, egy mondat, egy szemvillantás, egy szünet, egy iskolai rendezvény megmarad az emlékeitekben, akkor nem volt hiába való, hogy találkoztunk. Szeretnénk, ha többet vinnétek el magatokkal, mint egy Petőfi vers elemzése, egy geometriai feladat, az angol igeidők, vagy a német igék múlt ideje. Nehéz helyzetből indulunk, hisz a világjárvány sok mindent elvett tőlünk. De hiszem és tudom, hogy ebben a rendhagyó vizsgaidőszakban is azt bizonyítjátok, hogy elég érettek vagytok a megmérettetéshez. Igaz hittel és szívből kívánok nektek sikeres vizsgákat és nagyon szép, tartalmas, boldog felnőtt életet. Nemes, szép élethez
nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta szív és sok-sok szeretet. Kedves végzős osztályom! Ebben a tanévben nagyon keveset találkoztunk, a tanév legnagyobb részét digitális oktatásban töltöttétek. Büszkén tekintek rátok, helytállásotokra, amit nyújtottatok ebben az évben. Kívánok nektek jó egészséget, és kívánom, hogy az életben minden célotok teljesüljön. Sok sikert kívánok az előttetek álló vizsgákhoz. Vigyázzatok magatokra! Kedves diákjaim! Rendkívüli helyzetben rendhagyó a ballagás. Ez az ünnep azonban mégis rólatok szól. Valami véget ér, valami új kezdődik. Az élet meg annyi változás, de az alma mater mindig visszavár. Szüleitek erre az időre rám bíztak benneteket. Próbáltalak titeket tisztességre, becsületre, önállóságra, emberségre nevelni. Most a tarisznyátokba egy idézetet teszek jelképesen a Don Quixote című musicalből. Az álom, mit nem láttak még, és győzni, hol nem győztek még, a bánatot eltűrni némán, s ott járni, hol nem jártak még. Ha vágyad nem elérhető, de látod a távoli célt, a lélek csak az segít tovább, megnyílik a csillagos ég. Egy szakasz véget ért, fiatalok. Köszöntelek benneteket, egy új szakasz kezdődik az életetekbe, és ez már olyan szakasz lesz, amikor már nem az ellenőrző könyvből nézik ki a teljesítményeteket, hanem azt, amit csináltok. Hoztam is nektek egy bizonyítványt, ilyet kell, hogy megszerezzetek. Az életbe ez lesz a legnagyobb, hogy ti mit fogtok cselekedni, milyen lesz, emberileg milyenek lesztek, a szívetek milyen lesz, és ez alapján, és a munkátok alapján fogják megítélni a tetteiteket. Most azért egy kicsit gondoljatok a szülőkre is, ölejétek meg őket, köszönjétek meg neki, adjatok hálát, hogy idáig eljutottatok. Nekik a legnagyobb öröm az lesz, ha ti sikeresen vizsgáztok. Én kívánok nektek az életben erőt, egészséget, boldogságot, és minden vágyatok teljesüljön. De ez az kell, hogy ti is mindent megtegyetek érte. Köszönöm szépen! Kedves gyerekek! Tervekkel, álmokkal léptetek be az iskola kapuján, de lehet még nem értitek, mi értelme volt az elmúlt idő erőfeszítéseinek. Többet kell élni, tapasztalni, hogy igazán felismerjétek az iskola, a tudás, a helyes magatartás elsajátításának jelentőségét. Elég hamar híretek ment, mint a tanulásban, mint a magatartásban. Tőletek zengett a folyosó és a tanár is. Második év végére talán kicsit megkomoltak. Kialakult a közös hang, vidámság, lazaság. Egyből eltelt a két év. Gondoljatok csak néhány pillanatig azokra, akik segítettek, biztattak, bátorítottak benneteket. Elsősorban szüleitekre, családotokra. Köszönettel tartozom nekik. Útjaink hamarosan elválnak. Van, aki tovább tanul, lesz, aki munkává. Mindenkinek sok szerencsét, türelmet és kitartást kívánok. Végezetül egy idézettel szeretnék tőletek búcsúzni. Tedd, amit úgy érzed, tenned kell, arra menj, amer a szíved terel, hisz időd oly kevés. Légy hát a magad ura, míg élsz. Rága osztályom, kedves 11C, elérkezett ez a nap is. Egy kicsit más az a ballagás, ahogyan az utolsó évünk is volt,
Ettől függetlenül szeretnénk mindenkinek nagyon sikeres vizsgákat kívánni. Kívánom, hogy mindenki találja meg a számítását, ne adjátok fel az álmaitokat, legyetek boldogok, ne vessetek sokat, és vigyázzatok magatokra. A 11. D-osztálynak jelentem, április 30-a, az utolsó tanítási napotok van. Egyesek szerint a ballagás a legfontosabb esemény egy ember életében, mert az ifjúságunk utolsó szertartása a továbblépést jelképező rituálé. A tervek szerint ennek ma van a napja. Így útra valóul fogadjátok tőlem szeretettel az élet 6 szabályát. Bízzatok magatokban, és döntsétek le a korlátaitokat. Ne féljetek a kudarctól, de kerüljétek a negatív embereket. Dolgozzatok keményen, és valamit mindig adjatok vissza. Köszönöm nektek az együtt töltött éveket, a közös élményeket, a bizalmatokat. Sose feledjétek el, diák marad az ember, amíg él. Sok sikert a vizsgákon! Kedves Ballagó 12 ások! Szeretettel köszöntelek benneteket ballagásotok napján. A ballagás az az ünnep, melyben egyszerre van jelen az öröm és a szomorúság. Öröm, hiszen végéhez értetek a középiskolai tanulmányaitoknak. Büszkék lehettek magatokra. Büszkék rátok tanáraitok, szüleitek és az egész iskola titeket ünnepel. Ez a ti napotok. Ez a nap szóljon az ünneplésről és az örömről. Ez a nap egyben szomorú is, hiszen búcsúzunk egymástól. Ebben a formában már soha többé nem leszünk együtt. Sajnos az elmúlt évben nem tudtunk annyit találkozni, mint ahogy azt szerettük volna. Arra is jó visszaemlékezni, amilyen örömmel részt vettetek az iskolai eseményeken, a versenyeken szépen szerepeltetek, és ahogyan változtatok, ahogyan felnőtté váltatok. Kívánok nektek minden jót a következő vizsgákhoz, az élethez. Kívánom azt, hogy boldogok legyetek, kívánok jó egészséget mindannyiótoknak, és sok sikert a vizsgákhoz. Búcsúzom tőletek! Kedves végzős, utolsó osztályom! Mindig azt mondtam nektek, hogy nem kell tökéletesnek lenni, hiszen aki törekszik valamire, hibát is vét. Együtt küzdöttük végig ezt a 4 évet, kicsit keserű lett a vége. De nem kell tökéletesnek lenni az életnek ahhoz, hogy csodálatos legyen. Ne nézz vissza, nézz előre. Ott van előtted a jövő. Ezzel búcsúzom tőletek. Szervusztok, viszontlátásra! Kedves gyerekek, kedves SH2/B! Azt hiszem, még sok mondanivalónk lenne egymásnak, és azon gondolkozom, hogy eleget voltam a mellettetek a felnőtté válásotok útjának ezen a szakaszán. Sajnos ez az extrém helyzet nem tette lehetővé számunkra, de mégis remélem, hogy ez a pár év több okból is különleges volt számotokra, mert nekem az volt. Láttam az osztály alakulását, sokszínűségét, formálódását, és jó volt megismerni, megszeretni benneteket. Az eddig megszerzett tapasztalatot és tudást hasznosítsátok, bővítsétek, vigyázzatok magatokra, sok sikert kívánok a szakmunkás vizsgához és az előttetek álló élethez. Szervusztok, de mindenképpen a viszontlátásra!
Kedves végzős diákok, kedves osztályfőnökök, pedagógusok, munkatársak, tisztelt szülők, rokonok, családtagok! Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt és az otthonokban a nézőinket, akik rendhagyó módon az online térben követik ballagási ünnepségünket. Vas Albert csodálatos hasonlattal írta le, milyen az, amikor tanulóink elhagyják, végleg elbúcsúznak az iskolától, egymástól, az önfeledt diákévektől és tőlünk pedagógusoktól. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek. És valóban, megnőttetek, felnőttetek, itt álltok a nagybetűs élet kapujában, még akkor is, ha az élet most nem a megszokott medrében halad, hanem felbolygatva, feje tetejére állítva mindannyiunk hétköznapjait és ünnepnapjait. Üresen áll a fészek most is, pedig itt kellene ragyognotok, a lányok legcsinosabb ruhájukban, sminkjükben, frizurájukban, a fiúk legelegánsabb öltönyükben. Most azonban sajnos nem csak képletesen üres a fészek. Igaz ugyan, hogy minden végzős osztályból jelen van egy-egy diák, aki kiemelkedő tanulmányi teljesítményükért vagy közösségi munkájukért képviselhetik a teljes közösséget. Tudjuk azt is, hogy amikor az osztályfőnökök átadták nekik a tarisznyát, akkor jelképesen minden tanítványuknak átnyújtották az útravalóul szolgáló üzenetet és örök emléket, de tudjuk jól, hogy ez mégsem ugyanaz. Mégis úgy érezzük, hogy üres az épület, üres az udvar, üresek az osztálytermek. Az, ami máskor élettel van tele, most hónapok óta néma. Most az éter hangos a nevetéseitektől. Nekem, és tudom, hogy kollégáimnak is az elmúlt időszakban rettenetesen hiányoztak a mindennapos, személyes találkozások, az összekacsintások, az apró csintevések, egy szóval minden, ami a tanulás mellett az iskola maga. De később, sok-sok év múlva ne a bezártságra, hanem a korábbi évek együtt töltött boldog időszakára emlékezzetek. Az izgalmas szakmai gyakorlatokra, az osztálykirándulásokra, a sok-sok közös programra. És higgyétek el, néhány év múlva még a felelésekre és a legszigorúbb dolgozatokra is mosolyogva fogtok visszaemlékezni. Büszke vagyok rátok, hogy nem csak az elmúlt években, de ebben a rendkívüli utolsó évben is helytálltatok. Büszke vagyok, hogy alkalmazkodtatok a különleges helyzethez, és otthon tanultatok egyedül. Mert bár próbáltunk mi is mindent megtenni, hogy online segítsünk nektek, ez mégis nagy kihívás volt mindannyiunk számára. Legyetek tehát büszkék ti is magatokra, hogy ezt végig tudtátok csinálni. Bár a legnagyobb megmérettetés, az érettségi és szakmai vizsgák még előttetek állnak, én bízom bennetek, és hiszem, hogy mindannyian a lehető legjobbat fogjátok kihozni magatokból. Legyetek büszkék, mert ez történelmi pillanat lesz, hiszen a hazai oktatás történetében nem volt még olyan évfolyam, aki szinte a teljes tanévet az iskola falain kívül töltötte volna, és úgy teszi le a záróvizsgát. Ha pedig mindezen sikeresen túl lesztek, bizonyítvánnyal, szakmával a kezetekben, előttetek a jövő. A jövő, mely meg annyi álmot válthat valóra. Az elmúlt egy év azonban bebizonyította, hogy a jövő bizony kiszámíthatatlan. Egy dolog van, ami nem kiszámíthatatlan, a tudás, a megszerzett tudás az egyetlen, ami biztos pont lesz az életetekben. Ezért is biztatok mindenkit arra, ha van lehetőséged, tanulj tovább, ismerj meg új területeket is, hogy később, ha szükség lesz rá, képes legyél váltani. És ezen kívül mit kívánhatnék még? A mai estén idézzétek fel legszebb pillanataitokat, emlékeiteket. A hétvégén pedig még egy kicsit készüljetek a vizsgákra,
hogy minden flottul menjen, és azután pedig álmodjatok. Ahogy a dalszöveg is mondja, álmodj fényt, csillagot, mindent, mit adhatok. Álmodj csendes készfogást, mellyel barátot találsz. Álmodj igazat és jót, egy újabb álmodót, álmodj minden éjszakán új tervet, új csodát.